Üdvözlöm Önöket, kezdődik programajánlónk, már is mondom a részleteket, tartsanak velünk. Eddig is hatalmas volt az érdeklődés, de november 3-áig még bárki megnézheti a Máté Bence életművét bemutató nagyszabású kültéri kiállítást a Szent István téren. A természet és a természet fotózás kedvelői számára 15 darab hátulról megvilágított paravánon látható az a 623 kép, amelyet az elismert magyar természetfotós válogatott ki a miskolci kiállításra. A helyszínen nem csak a fotókban lehet gyönyörködni, hanem az elkészítés körülményeit és az utazások során történt kalandokat is megismerheti a közönség. Szellemes éjszaka vár ezen a héten azokra, akik ellátogatnak a miskolctapolcai barlangfürdőbe. A rendhagyó éjszakai fürdőzés ezúttal a rémület jegyében telik. Ráadásul, aki jelmezben érkezik, különleges meglepetésben is részesül. A programhoz rémes ételek és démoni dallamok is társulnak november 2-án szombaton este 8 órától a barlangfürdő Halloween partiján. A programot csak felnőtteknek ajánlják a szervezők. Új hónap kezdődik, és ez Miskolcon nem jelent mást, mint hogy vasárnap garantáltan megtelik élettel a főutca. Ismét régiségek között barangolhatnak az érdeklődők. A vásáron hasznos halmik gyűjtői darabok és ritkaságok is fellelhetőek lesznek. És ha az idő is engedi, egy kellemes szabadtéri program is vár mindazokra, akik vasárnap ellátogatnak a régiségvásárra. Kedves nézőink, ennyi fért a mai programpontba, köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket legközelebb is, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója Tommy Hilfiger, Arena Mall.